Önnél köszönöm a szót, elnök úr. Először is őszinte részvétem szeretném kifejezni elhunyt képviselőtársunk családjának. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, különleges nap a mai. Még soha nem folyt Magyarországon ilyen felhajtás mellett, ilyen patinás épületben, ilyen szánalmas oligarcha háború, mint amit önök itt most művelnek. Most is zajlik az a bizottsági ülés, ahol a szavazások előtti utolsó percekben kollektív szövegszerkesztéssel hegesztik a többszörösen alaptörvényellenes törvényjavaslatokat. Arról ott egy lényeg lenne a kormány propaganda tilalma. Leszögezem, az LMP az oligarcha háborúban nem vesz részt. Viszont továbbra is várunk arra, hogy az országgyűlésben ne a Fidesz, ne a Fidesz bandériuma, hanem az ország és a magyar emberek valódi problémáival foglalkozzanak. Köszönöm a figyelmet!